Van két mechanizmus. Az egyik az ugye a, amikor mindent elhiszek, amit látok, meg olvasok, mert a nyomtatott szöveg az egyszerűen... Olyan tekintély? Igen, igen. Az egyszerűen az intézményrendszernek a felhatalmazását hordozza. De ott van egy súlyos fedezet a dolog mögött. Eleve kinyomtatták, akkor az átment sok ember kezén. Egyáltalán valahogy oda került az illető, aki leírta. Most úgy érvelek, ahogy a kisember gondolkodik. Uh-huh. A másik véglet, az meg az, aki meg semmit nem hiszel. Mert ő úgy van vele, hogy paszki, pont az hitelteleníti az ő szemében azt az információt, ami a másik szemében hitelesíti. Kinyomtatták. Aha. Az illető oda jutott, hogy megírhatja. Ja, ez az. Biztos ez az igazat írja. Na, és ez a két nagy csoport, az egyik a bolondoké, a másik az őrülteké. Tudod, a bolond az, amelyik mindent elhisz. Az őrült az, amelyik semmit nem hiszel. Tudod, az őrült, az úgy érvel folyamatosan, hogy apám, hát te ezt tényleg elhiszed? Hát honnan informálódsz te? És tudod, így átkarolja a válladat. Tudjuk ki. És így odahajol hozzád, és azt mondja, hogy na apám, akkor én most elmondom neked, hogy ez hogy van. És valójában ezért a gesztusért, meg ezért a mozdulatért, ahogy átkarolja a válladat, tudod, ezért csinálja az egészet. És mi van, erre valók a konteók, hogy ő úgy érezhesse, hogy titkot közöl vele, beavat. És mi van, ha én azt mondom, hogy de te honnan tudod? Hát ő meg fogja nevezni azokat a hiteles hírforrásokat, tudod, amelyek tényleg hitelesek, vadhajtások.hu, tudod, kurucinfo, ugye a másik oldalnak is megvannak az ugyanilyen forrásai. És akkor ő ebbe be fog avatni téged. De hogy valójában az ilyen ember... De azok honnan tudják az ő forrásai? Tudod, én most itt keresem tovább. Figyelj, az őrültségnek is megvan a határa, tudod, egy ponton. Tudod, ez nagyjából Soros György és a gyík emberek közt van valahol. Annál nagyobb őrültséget már nem találunk. De Robi... Értem? De várjál, oké. Onnan már csak visszafordulni lehet. Tudod? De én viszont úgy gondolom, hogy... Ez egy végállomás. De én úgy gondolom... A buszvezető kiszáll, elszív egy cigit, és utána megfordul. Tehát nincs tovább. De a gyík embereken nincs túl. De Robi, ez nem igaz, mert én például úgy gondolom, hogy az összeesküvés elméleteket valakik gyártják valahol. Arvat kurva anyukat, hol vannak? Az összeesküvés elmélet összeesküvés elmélete. Viszont az is de ez lehet... Ez viszont jó, mert ez azt jelenti, hogy ezek hazugságok. Összeesküvés elmélet. De ezek az is lehet, hogy engem azért fizetnek, hogy ezzel gyengítsem el a valóságot, hogy ilyeneket mondok. A meta összeesküvés elméletnek is megvan az összeesküvés elmélete. Ezt úgy hívják, és hogy... regressus ad infinitum, tudatra rátekintő, és fekvő nyolcas. De hogy ez... Meg a zárka kényszerzubbonya. De... Igen, ez olyan, hogy a negyedik, ötödik tudatra rákekintő tudat után már zárnak befelé. Tudod, már nem kérdezik, hogy és arra nem tekint rá egy tudat, mondja csak. És szóval arról van szó, hogy az ilyen ember az vallásosan retteg, babonásan retteg egy valamitől, attól, hogy átbasszák. Attól, hogy átbasszák. Hát úgy van vele, hogy inkább baszom át én magamat, mint hogy a gyík emberek basszanak át engem. Most mi történhet? Mi a legrosszabb, ami történhet? Hogy valami hülyeséget találtam ki, és abban hiszek. De hát az mennyivel jobb, mint elhinni azt, amit a szervezett tudatipar kikísérletezett, tudod, azokban a vegykonyhákban, a gyík emberek, meg a Soros György, tudod, aki előtt van egy ilyen vezérlőtábla, és azon a, tudod, a különböző pénzeknek, az árfolyamainak vannak különböző ilyen potméterei. Így föltolja, lehúzza, tudod, azt mondja, hogy a japán jent 45%-kal föltoljuk.
Tudod? Putyint viszont leértékeljük most éppen, aztán a tőzsdén visszamegy, politikusokat is tolnak. Persze, Puzsérra, persze. Puzsérral egyszer írtunk egyébként egy ilyet, az tuti, hogy az senki nem fogja se kiadni se. Tudod, a zsidók már oda változnak, hogyha megvágod az erejéket, akkor ilyen pénz a vérhelyet. Csorok helyet. Pénz csorok ki belőle lesz. Na, igen. Igen. Na, igen. Igen. Frank Zappa beoltatta magát zsidó vérrel. De... viccen kívül, és képzeld el, azt vette észre, hogy egyre jobban szereti a pénzt. Már 4 napra rá azt érezte, hogy úristen, sosem elég a pénz. És nem tudott hozzájutni, mert 4 nap alatt nem tudott egy olyan egzisztenciát teremteni, amilyen a zsidóknak van. De tudod, a vágy a pénz iránt, az már így jött föl benne. Vagy hogy a karneválban van a hambasban, hogy orra kampósabb volt, mint valaha. Tudod, ez a... Szóval arról van szó, hogy az egyik, az bolond. Bolond, mert mindent elhisz, amit mondanak. Úgy, mint a náci taróban a nullás lap, tudod? A bolond. De a keleti front, katona a keleti fronton, akit elküldtek, hogy ő majd az új Germániát megalapítja valahol Stalingrád alatt, tudod? Aztán átbaszták, megfagy a hóban. Koldús, ja, ja, ja. De várj, na, tehát annak... ezt akarja elkerülni, de az őrült. De annak egy szentsége a bolondnak a taróba. Igen, az ártatlansága. Igen, egy igen, ártatlansága. De a posztmodern eszmei térben az csak egy balek. Nem ártatlan. Az a posztmodern eszmei térben mindössze egy balek. Akkor egy nyomorult. Teljesen a taró bolondja, na. Arról van szó, hogy... Na igen. Na, jó. De a náci taróé. Ja, a mi taróké. Igen. Igen. Na. A, az más. A lényeg, hogy az egyik ennek a skálának az egyik végén vannak az őrültek, és az őrültek legnagyobb félelme, hogy csak nehogy bolondok legyenek. Annyira félnek attól, hogy bolondok, hogy beleőrülnek. A bolondok legnagyobb félelme, hogy csak nehogy őrültek legyenek. A bolondnak az élete legnagyobb félelme, hogy nem hihet annak, amit olvas nyomtatva, nem hihet annak a beszélő fejnek, amit a tévében lát. Ez a bizalmatlanság, ő ettől retteg a legjobban, hogy egy olyan világban kell élnie, ahol nem hihet el semmit. Ezért félelmében bármit elhisz. Az őrült az attól retteg a legjobban, hogy balek lesz. Hogy bármit megetetnek vele, és azt mondja, hogy inkább saját Conteót gyártok, és abban hiszek. Ezt így nem mondja, mert még mindig ezerszer jobb, mert ez a lelki mozgató. Az tudatalatti, az igen, a tudatalatti ösztönzés. Igen, ez a tudattalan drive, hogy akkor kitalálok magamnak egy Conteót, és abban fogok hinni, és ha nem igaz, legfeljebb a saját hazugságom Maya Fightlával élek, nem pedig a szervezet intézményrendszer ravaszdi hazugságának. Tehát egy valami biztos, hogy ha a saját hülyeségemben hiszek, akkor senki nem manipulál engem. Legfeljebb mondjuk talán nem úgy van, de úgy van, abszolút, de ezer érvem van rá, hogy úgy van. Abszolút úgy van. Most én azt hiszem, hogy ebben a posztmodern eszmei térben a legtöbb, amit tehetünk, az, hogy keresünk egy keskeny ösvényt félúton az őrültek meg a bolondok között, és azon az ösvényen tartjuk magunkat. Ez azt jelenti, hogy nem vagyunk hajlandóak mindent elhinni, amit nyomtatva olvasunk, meg amit kivetítve látunk, de nem vagyunk hajlandóak mindenben kételkedni, amit nyomtatva olvasunk, és vagy mindent, inkább így fogalmazok, nem vagyunk hajlandóak mindent tagadni, amit nyomtatva olvasunk, vagy kivetítve látunk. És a helyzet az, hogy bizonyos helyzetekben az őrülteknek az önfejűségére van szükségünk, bizonyos helyzetekben meg a bolondoknak a naivitására. Ez így nagyon szép, de ez in abstracto. Tudod? Ez a modell, amit mondtál, de mik azok a konkrét módszerek, ami alapján el tudod dönteni, hogy annak hiszel, annak kevésbé, annak jobban. Érted? Mi? Ehhez kell a valósággal egy erős kapcsolat. Kell egy fogalmad legyen a valóságról. Ha nincs fogalmad a valóságról, akkor tényleg
megvezethet akárki, vagy megvezetheted saját magad. Na, nézzük ezt az 5G-t. Egyrészt a valóságról kell egy erős fogalmad legyen, másrészt meg önmagadról. Na, tudod, hogyha gyönge a fogalmad a valóságról, akkor könnyen válsz őrülté. Ha gyönge a fogalmad önmagadról, igen. Mindenki bolondja lesz. Nagyjából mindenki bolondja.